A mai templom helyén már az 1050-es években kőtemplom állt, amelyet a következő században bővítettek. Harmadik Béla király, a második felesége, Kapet Margit kíséretében érkező, francia származású Einárd lovagnak adományozta zsámbékot, akiket Smaragd nemzetségnek, később zsámbéki családnak is neveztek. Az ő leszármazottjai először egy kicsi, egyhajós templomot építettek, majd erre építették rá a prépostsági templomot, amelyet II. András és IV. Béla királyaink építkezésén dolgozó királyi műhely alkotott. 1220 körül, de bizonyosan 1235 előtt építették a késő román stílusú bazilikát és a hozzá északról csatlakozó premontrei monostort, mivel az 1234-es ninivei katalógus említi Sambok néven a keresztelő Szent János tiszteletére szentelt premontrei prépostságot. Építése zömében a tatárjárás előtti időre tehető, de a befejező építkezések már minden bizonnyal a tatárjárás után zajlottak. Az alapítókat a kolostor templomában temették el. Három Arnaid leszármazott kérte IV. Béla királyt, hogy az alapító ősök Egyed és Smaragd ispán adományait erősítse meg, ezért a király 1258. június 6-án megerősítette az akkor már felépült templom és kolostorra vonatkozó birtokadományokat. A tekintélyes és jelentős vagyonnal rendelkező kolostorban népes szerzetesi közösség élt, és a tagok létszáma elérte a 20-at is. 1402-től a Maróti család lett a kegyura. A Smaragd nemzetségnek 1403 után megszűntek a zsámbéki birtokai. A 15. században leégett a monostor. Egy pápai bizottság 1477-ben megállapította, hogy a zsámbéki premontrei prépostság szerzeteseinek hibájából elhanyagolt az épület, ezért pápai engedéllyel a premontrei rend hanyatlása miatt Mátyás király a pálosok kezelésébe adta. A premontreiek eredménytelenül tiltakoztak kolostoruk elvétele miatt. Az új birtokosok teljesen átépítették a kerengőt, újra alapozva gótikus boltozattal. Kiépült a nyugati szárny, ahová a konyha-kamra együttes került. Buda 1541-es török kézre kerülése után Zsámbék is az új hódítók területére került. A pálosok elmenekültek kolostorukból, amelyet a törökök erődítményé alakítottak át. Az épület együttes a török ellenes harcok során súlyosan megrongálódott. Zicsi István hajdúival 1686-ban visszavette a törököktől a várat és a kolostort, és a Zicsi család tulajdonába került a településsel együtt a templom is. 1689-ben Bernát fráter kérte a rendfőnök közbejárását, hogy a katonákat tiltsák ki a kolostorból. Ezek szerint az épület együttes ekkor még épp lehetett. A Zicsi család eleinte a várkastély kápolnáját használta, és 1754-ben újjáépítették a templomot. A templom sorsát 1763. június 28-án földrengés pecsételte meg, és leomlott az északi mellékhajó boltozata és oldalfala. A romb gazdátlanná vált, a köveket széthorták a környékbeliek. A viszonylag nehezebben megközelíthető, romladozó középkori kolostor templom helyett a település központjában építettek maguknak új templomot a zsámbékiak. Rómer Flóris, bencés tanár, régész művészettörténész és Helszman Imre műtörténész az 1870-es években felhívták a figyelmet az értékes emlék megmentésének szükségességére.
Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter 1889-ben Müller István építészmérnököt bízta meg az állagmegóvási munkákkal. A romlásnak Müller István 1896-1900 között végzett korszerű restaurálása vetett véget. A templom kéttornyos, keresztház nélküli, bazilikális elrendezésű, háromhajós és háromszentélyes, kegyúri karzattal kialakított templom, amelynek délnyugatra néz a főhomlokzata. Részletformáiban késő román stílus jelleget mutat, azonban helyenként már a gótika építészeti felfogását is érzékelteti. Későbbi származású, az északnyugati torony elpusztult gótikus sisakja, továbbá a homlokzati oromfal rózsaablaka és a templomtól északra elterülő rendház töredékekben kiásott kerengője. A romtemplom a premontrei rend kimagasló, hazánkban legművészibb hagyatéka. Nemzetségi monostor volt, és elrendezésében szorosan kapcsolódik a bencések hasonló templom és kolostor építményeihez, mint például lébény és ják. Soldi deli boy, soldi deli.